Tudni kell választani politikai aktivistaként is helyszínt, alkalmat, módszert, eljárást, stílust arra, hogy kifejezzük ellenvéleményünket bármivel szemben. Ez, amit ő csinált, ez olyannyira elfogadhatatlan, penetráns és minden normális magyar ember számára fölfoghatatlanul undorító, hogy szerintem a Gulyás Márton még akar bármit ebben az életben tenni azért, hogy a szemben álló felek párbeszédben tudjanak maradni, akkor kiszáll ebből a történetből, és bocsánatot kér a magyaroktól. Hogy el kéne dönteni, hogy most akkor azt mondja magáról, hogy az új közszolgálati médium, amit ugye előszeretetlen rajzolnak úgy köré, mint egy ilyen ethoszt, az ő támogatókörök, vagy pedig egy politikai aktivista, aki, hogyha nem is konkrétan pártok mellé áll oda, de egy politikai cél, a jelenlegi kormány megdöntése az, hogy nagyjából felsejlik a tevékenysége körül, és hát azt meg maga vallja be, hogy ehhez kap külföldről is jelentős támogatást, nyilván olyan köröktől, akik egyetértenek ezzel a szándékkal. Tehát így, így, ezt együtt azért nevezzük akkor óvatosabban problematikusnak, és mondjuk azt, hogy a szabadság földjén Magyarországon ezek szerint még ezt is lehet. Engem az nem zavarna, hogyha, hogyha erről ő őszintén beszélne, esetleg megbánna valamit, hogy közreműködött, de azért az igaz, hogy el tudunk képzelni számos olyan elkötelezett baloldali figurát, Tótavétől elkezdve sok nevet lehetne mondani, akivel Gulyás Marci szerepe ebben helyettesíthető lett volna. Tehát ők is, ha ő nem vállalja, elvállalja más. Tehát én, én inkább a, a, fő problémát nem abban látom, hogy ő egy elkötelezett baloldali ember, nem tudom, minek hívja magát. Szerintem engem annyira ez nem is érdekel, mert mi is elkötelezett emberek vagyunk, én is az vagyok például. De, de az, az biztos, hogy aki ezt, tehát a főbűnt azt követi el, aki ezt, az az állam, amelyiknek a, a tanúgyi rendszer ezt iskolák számára hozzáférhetővé tette, és figyelmen kívül hagyta, hogy egy unióban vannak, hogy egy katonai tömbe törekszenek, hogy van az államok között egy régi barátság, és hogy egy ennyire árnyalatlan, tényleg féloldalas és, és, nem ellenőrzött, itt aztán a fact checkerek nem nagyon voltak résen, egy, 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 ilyen, egy ilyen, nagyon, nagyon végletes tamanyag, segédanyag forgalomban lehet, szóval azért a főbünt, Mondom, mindig lesznek, akik Magyarországon egy ilyenhez odadják az arcukat, és nem annyira lesznek kiborulva, hogyha a végső vágatot látva is esetleg érzékelik, hogy ez nem lett nagyon, hogy mondja, kiegyensúlyozott anyag. Mindig lesz olyan, aki ez az arcát adja, de, de nem lenne ekkora botrány ebből, és nem lenne ilyen ciki, hogyha nem állna mögé a svéd állam valami módon. Szóval azért a svédek is kérjenek bocsánatot.